Nagy a zsibongás a II. Géza gimnázium előadó termében. A csapatok történelem feladatsoron dolgoznak, melynek ezévi kérdései az Árpádház témakörét dolgozzák fel. Bátaszéken hagyomány már a gimnáziumban, hogy az iskola névadó király emlékére rendezvényeket szerveznek. A Géza Tusa a felvezetője a sorozatnak, melynek keretében 4 tudományágban mérhetik össze tudásukat a jelentkezők. Az elmúlt években a Covid miatt elmaradt a tanulmányi verseny, így újra kellett éleszteni a hagyomány. 2 olyan esztendő telt el, amelyben nem lehetett, vagy oly módon nem lehetett megszervezni, hogy ami szerettük volna, és ami a mi hagyományunk volt, és ezért nagyon nagy öröm számunkra, hogy az idei évben, hogyha a járványügyi helyzetet is figyelembe veszük, azért 60 gyereket sikerült megszólítani, és 4 tudományterületen tudtunk versenyt indítani. Ugye ez nálunk a Géza naphoz kapcsolódó rendezvény, ez a Géza Tusa, hamarosan kezdődik a királyválasztási kampány, és ugye ehhez kapcsolódik egy picit ez a versenyünk is, és ez a 4 terület pedig a 2 nyelv volt, amelyből nagyon nagy érdeklődés volt, németből, angolból, matematikából, illetve a hagyományos történelem művelődés történeti versenyünk. Árpádkort mondja Simegi József, ez az egyik legnépszerűbb tananyaga a magyar történelemnek, ezért választottuk ezt a témakört. Igyekeztünk nagyon-nagyon színes, érdekes feladatokat, ebben van egy kicsit régészet, egyháztörténet, építészettörténet, tehát nem csak maga a száraz anyag, hanem tényleg játékossá és nagyon színesé próbáltuk tenni ezt a versenyt. Akkor 4 vagy 8-ra adjunk 2-t. Aha. Az első szám, a legyedvég eset szép választást csinál, 1 pont. Jó. A jelölés bevezetése is lehet 1 pont, az egyenlet felírás az már lehet, ott tartunk 4. Folyik a matematikai feladatok megoldásának értékelése. A verseny első szakaszában levelező rendszerben kell beküldeni a feladatokat, majd következhet a gimnáziumi döntő. Az első 2 forduló, ugye a levelezős versenynél az egy házi verseny, tehát otthon oldják meg a gyerekek a feladatokat. Azok a feladatok egy kicsit gondolkodtatóbb, nagyobb terjedelmű, és tetszőleg is idén felhasználással megoldható feladatok. Itt a döntőben inkább a gyors, reflexszerű, könnyen megoldható, számológép segítségével megoldható feladatokat állítottam össze, és reméljük, hogy ez alapján nagyon szép eredményeket tudunk az eredményhirdetésnél elmondani a felkészítő tanároknak. A járványhelyzet ellenére a létszám igencsak megelégedésre adott okot a szervezőknek. A versenynek nem csak az ismeretek felfrissítése a célja. A szám is mutatja. Ugye több, tehát hagyományosan több olyan tudományterület is volt, ahol még ez a verseny működött, de én azt gondolom, hogy ez a 4 terület, tehát hogy sikerült összehozni, és ebben jelentős számú versenyzők voltak, ez is azt mutatja, hogy a gyerekeknek is valahol fontos az, hogy meg tudják mérni a tudásukat, egymással össze tudják magukat ezt a tudást hasonlítani, ne csak a saját osztálytársaikkal, hanem más intézményből. És azért ez egy nagy szórás, hogyha mondjuk a megyének ebből a régióiból, vagy mondjuk más megyéből is, hiszen Baranya megyéből is vannak itt Mohácsról, Dunaszekcsőről csapatok, vagy egyéni versenyzők is, én azt gondolom, hogy ez valahol nagyon jó. Természetesen mi szeretnénk megszólítani, illetve meghívni ezzel az általános iskolás gyerekeket, azokat a tehetséges gyerekeket, akik valamilyen területen kiemelkednek. Egy picit ezzel megmutatjuk az iskolánkat is, és nyilván valamiféle kedvet szeretnénk ahhoz teremteni, hogy hozzánk jöjjenek. A Géza napok keretében hamarosan sor kerül majd a királyválasztásra, hogy aztán a város apraja nagyja előtt ismét megidéződjön a koronázási szertartás hagyománya is.